Az eredményes oktatási rendszert egyszerre jellemzi az állandóság és a változás. Mondta a Teleki Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója azon a sajtótájékoztatón, ahol négy gyulai általános iskola hamarosan kezdődő infrastrukturális fejlesztését jelentették be. Ez része annak az iskolafejlesztési programnak, melynek keretében közel 3 milliárd forint pályázati támogatást fordíthatnak oktatási intézmények korszerűsítésére 14 településen. A gyulai iskolákra elnyert uniós támogatás összesen 208 millió forint, melyből 4 intézmény esetében valósul meg olyan infrastruktúrális fejlesztés, amely segítheti hosszú távon az érintett iskolákban a modern oktatási környezet megteremtését és megtartását. A fejlesztések által mintegy 1500 tanuló nevelése, oktatása válhat eredményesebbé, több mint 160 pedagógus dolgozhat a jövőben, még kedvező feltételek között. A beruházások során az implomiskolában egy tornaszobát alakítanak ki a hozzátartozó gépészeti, villanyszerelési és építészeti munkálatokkal 50 négyzetméter alapterületen, melyhez a város már korábban megvásárolta az iskola szomszédságában lévő ingatlan. A Dürer iskolában egy általános felújítást hajtanak végre, aláfalazás, utólagos szigeteléssel, festés, mázolás, parkettázás, a folyósókon a padlóburkolatok, valamint a belső ajtók cseréje fog megtörténni. Az ötös iskolában pedig egy komplex korszerűsítést hajtanak végre. Elektromos hálózat felújítása, új lámpatestek beépítése, gépészeti, a fűtés korszerűsítése, gépészet korszerűsítése, vizes blokk felújítása, berendezési tárgyakkal, burkolat, festés és fűtés gépészettel, ablakcserével. Gipszkarton álmennyezetkészítés, ablakcserék, üvegtégla kibontások és helyettük is új ablakok beépítése, PVC padlóburkolat csere és folyosói szekrények felújítása fog megtörténni. Mindezek mellett a Bai Zoltán általános iskolában kicserélik a parkettát a tantermekben, a belső ajtók, valamint ablakok cseréje mellett felújítják az elektromos hálózatot is. A projekt egy részének célja a rendszeres testmozgáshoz szükséges feltételek megteremtése. Elrendelheti a kormány, vagy javasolhatja a mindennapi testnevelés bevezetését, az egészségesebb életmódot, akkor, hogyha ez nincsenek meg a megfelelő feltételek, akkor mit sem ér a szándék, és mit sem ér az, amit mi központilag úgymond eldöntünk, vagy éppen megszavazunk a parlamentben. A kivitelezések végleges befejezésének határideje 2018. október 31-e.